Maja Lönde, Hónővér, 17. fejezet Sokáig kóboroltam az utcákon, még nem aztán teljesen átfagyott a lábam. Illetve mindenem. Mert nem voltam valami kedves. Nem bizony. Sem Johnnal, sem Hedwiggel. Mintha egy kéz markolta volna a szívemet. Minél tovább kószáltam, annál rosszabbul éreztem magam. Aztán végre eszembe jutott egy okos gondolat kellene vennem valami ajándékot Johnnak karácsonyra. Valami nagyon szépet. De jól meg kell fontolnom, mi legyen az. Aztán eszembe jutott még valami. Az, hogy bocsánatot kellene kérnem Hedviktől. Igen, most azonnal. Még hámiatt miatt elkésem is a vacsoráról. Amint ezt kigondoltam, valamennyit enyhült a jeges kész a szívem körül. Szinte futva jutottam el a gaj villáig. Reméltem, hogy Hedviget kint találom a kertben, és rögtön bocsánatot tudok kérni tőle. De amikor odaértem a házhoz, teljes sötétség fogadott. Egyetlen fény sem volt az ablakokban. A havat sem lapátolták el a kertben, pedig vasárnap óta rengeteg hó esett. A bejárati ajtóig térdigérő hóban gázoltam át. Milyen furcsa, hiszen amikor legutóbbit jártam, el volt takarítva a hó. És ami a legkülönösebb, eltűnt a hónővér. A helyét egyenletes rétegben hót akarta, semmi nyoma nem látszott. Annyira megsértődött volna rám Hedvig, hogy szétrombolta. Erősen és sokáig kopogtattam, de senki sem jött ajtót nyitni. Aztán lementem a lépcsőn és felbámultam a házra. Lehet, hogy Hedvig ott ül odabent, és engem figyel. Talán haragszik, és azért nem nyit ajtót. Hedvig, mondtam halkan. De nem történt semmi. Hedvig, szólítottam ismét valamivel hangosabban. Ne haragudj, megint semmi. Hedvig, ajjaj, most mi csináljak? Csak néztem a házat, ekkor vettem észre valamit, amit addig nem fehér festék máladozott a falakról, és nagy foltokban lógott. Az egyik földszinti ablak pedig be volt törve. Valami történt azóta, hogy legutóbb itt jártam. Megláttam, hogy egy függöny meglibben odabent. A lila szobában, ugye? Nagyon kopott volt, régi és szakadt. A szívem szaporán kezdett várni. Itt valami nem stimmel. Valami egyáltalán nincs rendjén. Történt valami a villával. Lehet, hogy ez egy másik ház, eltévesztettem volna a ház számot. Pedig tudtam, hogy jó helyre jöttem. De hol lehet Hedvig? Mielőtt még észbe kaphattam volna, ott álltam a betört ablaknál. Bedugtam az ujjaimat, és elértem a kallantyúját. Reszkető kézzel nyitottam ki az ablakot. Amikor bemáztam, az egész testem remegett. Megálltam a szoba közepén. A szívem a fülemben lüktetett. Először azt vettem észre, milyen hideg van. Látszott a lélegzetem, pedig oda bent voltam. A szemem lassanként hozzászokott a szobában uralkodó félhomályhoz, és amikor megláttam, mi van oda bent, halk sikoly hagyta el a torkomat. Mert minden máshogy nézett ki. A zöld tapét a cefatokban lógott a falról, a puha kanapét fehér húzat borította, és mindent vastag por lepett. Behunytam a szememet. Ez nem lehet. Hová lettek a gajvilla hangulatos szobái? Két napja jártam itt legutóbb. Mi történhetett itt? Lassan újra kinyitottam a szememet. De igen, mégis az. Vastag por lepte a bútorokat és a padlót. Az egyik sarokban, mintha egérűrüléket láttam volna. Kisijedtem az előszobába, majd be a könyvtárba. A polcokon már nem sorakoztak könyvek, Mind üres volt. A bútorokat valaki az egyik sarokba halmozta fel. Csak a hintaszék maradt a megszokott helyén, viszont már nem fehéren ragyogott, hanem tele volt ütésnyomokkal és karcolásokkal, és a portól a szürkének látszott. Ilyennek láttam akkor is, amikor azt hittem, káprázik a szemem. Ez nem stimmel. Ez nem lehet. Biztos, csak álmodom, és mindjárt felébredek. Mindjárt. Kimentem az előszobába, és benyitottam a konyha ajtaján. Az a szép kék helyiség, ahol kedélyesen ittuk a kakaót, szinte üres volt. A hűtőszekrényen nagy rozsdafoltok foltok és a mennyezetről pókhálók lógtak. Hallottam, hogy valaki szaporán és ilyetten veszi a levegőt, de hamar rájöttem, hogy a hang belőlem jön. Aztán hallottam még valamit. Valaki egy kulcsot dugott a bejárati ajtóba. A kulcs elfordult, az ajtó megnyikordult. Valaki belépett. Egy árnyékot láttam az előszobában, a konyha előtt, és gyorsan behúzottam az ajtó mögé. Nagy árnyék volt, egy férfié. Súlyos léptekkel haladt a padlón. Közeledtek a léptei, az egyik padló deszka megnyikordult. Próbáltam olyan mozdulatlanul állni, ahogy csak bírtam. Egy porcikám sem mozdult, még levegőt sem vettem. Aztán az árnyék elment odakint a konyha mellett. bőten sóhajtottam fel, nem jött be. Körbe pillantottam, kell találnom egy helyet, ahol elbújhatok. Ha ugyanis visszajön és körülnéz idebent, azonnal észrevesz. A konyhapult alá talán beférnék. Oda lopóztam, kinyitottam egy ajtót, olyan halkan, ahogy csak bírtam, és beültem a szekrénybe. A szekrényben olyan penész szaktár jengett, hogy felfordult a gyomrom. Össze kellett kuporodnom, behúzva a fejemet és a térdemet is, de hiába görnyedtem össze a lehető legkisebbre, nem voltam elég kicsi. Mindig szerettem volna magasabb lenni, most bezzek, be túl nagynak bizonyultam, mivel nem tudtam becsukni az ajtót. Akárhogy is húztam össze a karomat, meg a lábamat, túl hosszúak voltak a törzsem, meg a túl széles. Ekkor újra lépteket hallottam. A férfi visszaindult, és ezúttal bejött a konyhába is. Próbáltam magamhoz húzni a szekrény ajtaját, de nem lehetett hol megtartani, hiszen a fogantyúját kívülre szerelték, a belső oldala pedig teljesen sima volt. Annyira, hogy egyszer csak lecsúszott róla a kezem. A szekrény ajtó lassan, halk nyekergés kíséretében kinyílt. A helyiség közepén pedig ott állt egy férfi. Behuntam a szememet észrevett, és most... Noel? Ismerős, nagyon ismerős volt a hangja. Kinyitottam a szemem, és Heriket láttam magam előtt. De mit keresel itt? Úgy tűnt először, csak meglepődött, hogy itt lát, de aztán dübegorult, a szeme összeszűkült, a hangja pedig mélyebb lett. Megmondtam, hogy ne gyere ide, nincs itt semmi keresni valód. Igen, hunyászkodtam meg. Bocsánat. Előmásztam a szekrényből, és megálltam előtte. A padló deszkáit bámultam, így éreztem a legbiztonságosabbnak. Most pedig elmondod, mit keresel itt, utasított Hárik. Ez az én házam, és nem szeretném, ha bárki is ide jönne. A maga háza? kérdeztem vissza. Ekkor talán mégiscsak fel kellett pillantanom rá, annyira megdöbbentem. De akkor miért nem lakik itt? Hárik kisé elfordította a fejét, és az arca árnyékba borult. Képtelen vagyok rá, felelte. Ha itt vagyok, folyton csak a húgomra gondolok. A húgára? Furcsáltam a választ. A hangom, mintha nagyon messziről érkezett volna. Hedvigre, magyarázta. A kis húgomra. Mintha még mindig itt járkálna a szobában. Úgy álltam ott, mintha mi sem történt volna. Mintha ez egy hétköznapi beszélgetés lenne. Bensőmben azonban húviartom volt. És most hol van? Sikerült kinyögnöm, hanem itt. A temetőben, felelte Hárik. Hedvig meghalt. M m meghalt. December 23-án halt, meg abban az évben, amikor tíz éves lett, mondta Hárik. Az arca eltorzult, mintha nehezére esne rá gondolni. Ötven éve történt. Micsoda, lepődtem meg. Idén pontosan ötven éve. Nem, bukott ki belőlem, az nem lehet. De igen, a húgom még gyerekkoromban meghalt. Nem igaz, magának nem is volt húga. Nem, Hedvig nem lehet a maga húga. nem, az egyszerűen nem lehet a futásnak eredtem, elszaladtam Háriktől, el a Gaj villától. Valójában csak arra vágytam, hogy kifutassak a világból.